Egy családi ház egyik szobájában keletkezett tűz a Heves megyei Felsőtárkányban szerda kora este. Az EGRI hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három gépjárművel vonultak, és két vízsugárra fékezték meg a lángokat. A tűzeset során senki sem sérült meg. Tegnap édesmamám elhunyt, nagymamám, a testvérem elég lelki állapotban volt. 5 órakor arra jöttem ki, hogy ég a ház, értesítettem a tűzoltókat. Sajnos bemenni nem tudtam, hogy van-e valaki, vagy nincs, mert gázperc meg volt nyitva. A saját életemet nem kockáztattam vele. Későbbiekben megtudtam, hogy a nenéknél van, ott berúgva, egy liter pálinka után. Hát körülbelül 8 millió forint értékben lett így kár, totál káros lett a házunk. Hát most így továbbiakban nem tudom, hogy mihez fogunk kezdeni, mert most édesanyám se tud miből tetőt javítani, szobát javítani, meg ugye most még mamám meg se halt, hogy begyújtott a házat, hát most többet nem tudok mondani. Volt ennek valami előjele? Mondta ő azt, hogy valamit fog csinálni? Hát ő tennap mondta, igen, persze, de nem voltam abban a hitben, hogy begyújtsa. Hát ő... De ugye 5 órakor mondom, arra jöttem ki. Hát ugye a mama meghalt, ezt már régebb is mondta, hogy neki nem lesz hol lakni, ha begyújtsa a házat. És ő hát most erre nem tudtam mit mondani, tennap mondtam neki, hát azt hittem, hogy hülyéskedik. De csak begyújtotta végül is. Hát szerintem körülbelül 15 méteres volt, amíg eddig kijött a tűzoltó, belekapott a tetőbe. Be már nem tudtam menni, mert nagyon égett. A gázpalc be volt nyitva, én abban a hitben voltam, hogy bent van a testvérem. Azért itt a állapotban volt. Hát ő sajnos nem tudtam már segíteni a házon.